Felmondta rá, tisztelt hallgatóság. Már ne is valami, de mi vagyok azzal, hogy a közös áldozatban dolgozó műveleteket összegyűjtjük egy fogalom köré, és ezt a szemléletet arra használjuk, hogy a köztük lévő különbségeket korlátban tartsuk. Ezzel az én világon semmi bajom nincsen. Nekem azzal van a bajom, amikor ezt a szép elméletet kifacsarják, amikor ezt félreértik, félremagyarázzák, és objektumorientált programozás címszó alatt megpróbálják ráhúzni az égvilágon mindenre. Ezzel van. Na jó, de mit szeretnél a pontodra ragaszkodva kérni, hogy ott van nálad egy program, ehhez mit tartsz? Ez. Ez egy jáva program belőle. Na jó, de hát ez nem úgy még. Nem. Nem. Nem úgy. Nem úgy. Igen? Akkor párbajra hívlak. Gyere ide le. Írjunk programot. Oké, challenge accepted. Akkor hallja. Igaz, akkor ezután a teszt még mindig lefut. Így van.
most már kezdünk bele rázolni, akkor nézzük meg, hogy mi történik azon az intervallummal, amiben csak az egyre a számban az egyes. Ebből ugye az egy stringet várjuk, elféle, hát nyilván elféle az egy stringet. Egy jó irányzott elágazással ezt az esetet le is tudom kezelni, amikor egyet kapok az intervallum felső határában, akkor visszaadom azt a stringet, hogy egy. Közben én kultúrben ott a sorokban megcsinálom ugyanezt, azt most nem kommentelem, mert nagyjából megegyezik azzal, amit látod a kollégám itt objektum-orientáltan megcsinál. Én meg közben észrevettem, hogy duplikációt a tesztemben, egész pontosan az, hogy az Assertion ezen a mindenféle cirkalmas plugin hívogatással meg mindennel, az elkezdett ismétlődni a tesztben, úgyhogy csinálok a tesztben egy ilyen kis saját Assertion plugin, elneveztem azt, hogy Assert Fizzaznak, és ezt fogom hívogatni, hogy kevesebbet kelljen gépelni. És megjelent egy jó kis név az Assertion paraméter listáján, ez pedig a Sequence, ezt mint egy magyarázó változót be akarom hozni a hatásokba is. Itt akkor te most behozol egy lokális szépet. Igen, de lokálisan. Nem fogod látni a mutálás közvetlényén a függvényen. Attól még belül csúnya lesz. Na jó, de a pure function, a definíciót teljesíti. Hát, jó. Ezt kérdezik, hogy nem tudom fogadni, de szerintem akkor is csinál. Megmutatom, hogy hogyan csinálnám én ezt Closure-ben. Hát ugye eljutottam én is. Viszont ahelyett, hogy még egy ifet betennék akkor, amikor az 1-2 esetét implementálom, akkor én egy picit más megoldást választok. Konkrétan összehozok egy ilyen hosszú-hosszú függvényt, amit rövidesen el is magyarázok. Igen. De majd mindjárt meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Átmegy a teszteset. Rá a ifet ki is lehetett ejteni. Mindpedig azért lehetett kiejteni, mert ez a kifejezés itt azt jelenti, hogy a legbelső részben lévő range, az legenerál nekem egy listát, minimumtól maximumig. Ezek közé az interpúsz függvénnyel lesz őket fűzök, majd az egészet stringi alakítom. Na már most, hogyha a maximum mérték kisebb, mint a minimum, akkor az egy üres listát ad, üres listára hozzá megpróbálok veszőket szúrni, üres listát kapok vissza, és ha üres listából stringet csinálok, akkor az egy pont üres string lesz, így ki lehet eljönni az ütlet. Na jó, csak itt én nem tudom, egy gyerekkorban mondtam balról jobbra tanulok olvasni. Ez is viszont, hogy így elmondtad, hogy hogy működik, ezt jobbról balra kellett értelmezni. Yes. És akkor kifacsart gondolkodásról a cím? Nem, erre valahol a listeknek a gondolja. Tehát vannak olyan esetek, amikor ezt a borralukat sorrán a célra vezető, viszont halandó embereknek ott vannak ezek a nyilas makrók, ennek például így nyilván a végén, ami a korábban feladatokhoz hasonló dolgot csinál, csak nem a második helyre illeszti be a kifejezés, hanem a legvégére. Konkrétan fogjuk ezt a range-et, betesszük az interpulse legvégére, fogjuk ezt a kifejezést, és betesszük az emplálástére végére, és akkor így lesz belőle a stringünk, és ha azt az ember így szépen végigolvassa, akkor nagyjából érthető, hogy szerintem hogy csinál. Ezt nem kell. És a teszt még továbbra is el. Na jó, akkor megcsinálom most így is az 1-2-re a teszt esetemet. Ugye az 1-2 intervallumra még semmi különöset nem kell csinálni, csak hogy egy lesz 2 ezt kell visszaadni. Elfélel a tesztet, nyilván elfélel. Azért félel el, mert még nincs olyan esetem, ami a kettes számítét egyáltalán kezelni, de ezt egy kis kopi észtel, mint ahogy már ugye tavaly is mutattam, nagyon szépen meg lehet oldani. Már rögtön két ifet van. Igen, amik ráadásul egy picit hasonlítanak, de nem teljesen. Viszont most megpróbálok valami kezdeni ezzel a két ifel. Úgy tudom őket valahogy összeállni. De még mindig nem látszik ki a függvényből, tehát ez mindig tűr. Ami más nem jó, közepéből addig ebből baj nem lesz. Hát baj nem lesz ellen, mert csinálom. Nézzük meg, hogy végül most azt csinálom, hogy a második hittel, ami a kettő vagy hosszabb intervallókat le tudja kezelni, abban újra hasznosítom az első elágazásban létrehozott string konstrukciót. Még mindig átmegy egy tesztet, ez viszonylag sikerült, hogy az értékelés segítem konkatenációra, viszont valahogy ezt a veszélyt ki kellene onnan mozgatnom a másik elállításból, hogy ezek teljesen egyformák legyenek és kényelmes legyenek megakarálni, úgyhogy
azt én helyet egyszerűen elkezdett listát használni, vagy többet, hogyha valaki nem Python-ban programozik, és ez a könyvhöz pakolgatok hozzá, illetve a vektorhoz pakolgatok hozzá elemeket, és a beszélőt csak a legvégén hozom vissza, amikor beszélt meg, én a többet elég összefűzöm. Ezt Python-ban így kell leírni, és ha mindegy, az a teszt még mindig állt. Na most már gyakorlatilag teljesen egyforma ez a két, a Spring és Sun konstansokban ír el, amiket lehet szépen parametrikussá tenni, például az egyes, az, tehát parametrikussá tenni, és változóvá helyettesíteni, az az egyes, az pont kézni el a nekem az intervallum alsó határát jelölő függvény paraméterben, a teszt viszonyítja, hogy igazán van, ezt én most berakom egy innerű változóba, mert semmi jobb név nem jutott eszembe, és ezt az itt a string előállításához is felhasználom, egyszerűen stringé kasztolom. Ugyanezt meg tudom tenni a második elágazással is. Most már teljesen egyformák az elágazások, csak sajnos a másodikban rossz az kiváltozó értéke, hiszen az még ugye egy és a második elágazásban egy kettes cserélhetem ki rá. De ezen könnyen tudok segíteni, hogyha az első elágazás végén az így megnevelem egy jár. Viszont így most nem egyformák az ide. De most már egyformák, hogyha ide is másról, mert ugye az kiváltozókat használjuk a második elágazás után, de ezt az állóra szabadon megtehetem, és mindig ez a tesztel is még mindig rá. Igen, és egy kicsit cizellált, tehát így napközben nem teljesen így szoktam fejleszteni, de fontos, hogy amikor bemegy az erdőben, akkor vissza tud fordekelni kisebb lépésekre, amikkel nem tud, tehát amivel nem az erdőben jut cél, tehát minden apró lépést át tudjuk gondolni és meg tudjuk indokolni. Viszont, hogyha van két teljesen törékformai diffelágazáson egymás után, akkor valójában nekem nem, nem két elágazáson van, hanem egy ciklusom. Úgyhogy ezt a kódot általánosítani tudom úgy, hogyha az első ifet lecserélem a pályára, a másodikat meg kitörlöm a fenébe. Na de hogyha van egy olyan, hát ezt még mindig átkezni valam, de hogyha van egy olyan bájciklusom, ami egy változóval elszámol egy értékből egy másik, és közben csinál valamit azon a változóval, akkor nekem valójában a számoló ciklusom van. Úgyhogy szólják tőle tudom csinálni, a Python-ben így mondják a számoló ciklus, lehetne esetleg X-ray-t használni, mert nem valami nézzük, mi történik akkor, hogyha implementálni próbálom a harmadik helyzetet. Na hát ez így rögtön el fog félelni. Ki is kommentezem, mert ahhoz, hogy ezt megoldjam, ahhoz a kódot előbb refaktorálni kell. Nagyon egyszerű a meglátás, amit eszközölni fogok. Mielőtt közbeszúrnám a veszőket, stringi alakítom a számot. És miután stringi alakítottam és beszúrtam a veszőket, utána már nem érdemes még egyszer stringi alakítani, inkább a meglévő stringeket fűzöm össze egyetlen stringé. Ez pontosan ugyanaz fogja eredményezni, mint a korábbi kód. Átismerve megy a teszt, visszakommentezem a félelőt, és így jön a nagy meglátás. A Lispben ugyanis a mapnek a paramétere, második, első paramétere, az egy function. Egy olyan function, ami jelen esetben egy egyszerű STL, de ezt ki tudom egészíteni bármi másra, például egy olyan függvényre, ami megnézi, hogy a paraméter 3-e, ha igen, akkor visszaad egy fizz, ha nem, akkor pedig stringi alakítja a paramétert, és megnézzük, hopp, átmenet lesz. És már van, hogy 10 kifejezést akkor a függvényre. Igen, de látsz, hogy még szebb is. Mindenesetre egyelőre még én több problémát látok a teszt esettel, ugyanis ott copy-paste-szel van rengeteg minden, úgyhogy kiemelem őt egy kényelmes makróba. Miért van makró? Azért makróba, mert a makró az fordítási időben értékelődik ki. A teszt esetben már a kiértékelt változat lesz ott. Ami azt eredményezi, hogy amikor a szövegszerkesztőben lefutatom a tesztet, akkor azt a sort tudja pirosan jelezni, ami elfélel. Míg hogyha függvényen le, akkor nem azt a sort jelezni, hanem a függvénynek a törzség. Ezért makró. Na hát jó, akkor most megcsinálom én is egyből három a tesztemet. Ugye háromnál nem azt kell odaadni a stringjére, hogy háromnál egy fizz, és az valószínűleg el fog félelni, de azért nézzük. Így is van, szépen elfélelt, hát akkor most zöldítsük ki. De milyen meglepetés, megint egy ifjel tudok dolgozni. Ha elérem a három, akkor egyszerűen azt a stringet fűzöm. Kísértetéssel hasonlít arra, mint amit én csináltam.
Igen, viszont ezt én itt magának nevezem, és most nekiállok repakorálni. Az első problémám az, hogy ez a SIGPRESS.5-ben hívás, az elkezdett ismétlődni a kódomban, tehát hogyha nekem bármilyen kedvenc támadóan a listájára bármilyen mások szerint adat elkezdtek használni, két helyen kéne belegyom majd a kódba, illetve elkezdtek többet. Úgyhogy egyszerűen annyit csinálok, hogy az ISPEC törzséből, illetve az igazi ramlistákát a törzséből kiemelem ezt a listához való hozzáfűzést, és belül csak az értéket, amit hozzá szeretnék fűzni a listához, azt állítom elő, ezt berakom egy translated nevű változóba. De még mindig mind lokális, és nem látok kívülről, hogyha változik. Úgy ígérlek el. Én is tudom, tehát most már nem fogod zavarni a szemed, hogy egy függvény korcikus állat a törvényben. Kirakom egy kis magyarázat hibát függvénybe. Ez annyit fog csinálni, hogy egy számot lefordít valamilyen streambe. Egy kis indentálás, ugye visszaadnak a változónak az értékét. A lista bővítésében nyilván meg kell hívnom ezt a függvényt. És még van egy ilyen, amit emberek megváltozott a függvény paraméterben, azt most gyorsan lekövetem. És ha minden igaz, akkor a tesztem még mindig állt meg. És akkor jön a következő lépés, implementáljuk le ötre is a dolgot. Egy, kettő, fűz, négy, bounce. Na hát ez úgy elféle, mint a sheets. Nagyon egyszerű, de teszünk négy egyikre. És az azért ez már elég komplex. Igen, rögtön ki is fogom ezt mindjárt emelni, mert ez legyen egy szép transzfer függvények átcsapnál. Szépen letületem én is, hogy 100% járvára elmegyen. Letületem a FizzBuzz függvényben is, és kész, ennyi volt. És lett kiépített. Na nézzük, mi lesz nálam, hogyha megpróbálom az ötöt leimplementálni. Ugye követjük, hogy a Cyclomatic Complexity hogy növekszik. Tehát már meg is van a teszteset az ötre. Ötre ugye pásztriak kapunk, és most simán az ötöt kapjuk vissza. Na de ezzel viszont nem lehet könnyen segíteni. Mégpedig azért nem, mert most többnek úgy, hogy az ötig az ágában lekezelem az ötöt, de a hamisággal is nyilván le kéne kezelni, és akkor az ipar valami, ez így nem jó. Megpróbálom inkább az igazágát és a hamisággát egy kicsit függetleníteni egymástól. Ezt pedig úgy tudom könnyen megtenni, hogy ha az S helyett, de először is kipogom ezen nyilván az asszel sem, mert most én is csak refaktorálni akarok, mert ugye az előbb refaktorálnak tudjuk szépen a kód, de most már valami célunk is van ezzel a refaktorálással, a kérdő asszel sem teljesítése. Úgyhogy kikommentezem, és az első helyet egyszerűen megnézem, hogy az előző if-nek az utófeltétele teljesül el, mert hogyha igen, akkor az if nem az igazákkal, hanem akkor nyilván az elszárnak kellett volna lefutni. Tehát ez tulajdonképpen még mindig ugyanazt csinálja, mint az előtt, csak most már két if-en van egy helyet, és most már kezdem van az így nagy kicsit, no? Várja a végét. Igen, visszaadom az assertion, és ugye elfélelmet, ahogy láttuk. És ezt már könnyen tudom teljesíteni, hogyha lefogok észtelen ezt az ifet, és két if helyett három ifet csinálok. Így készül a spagetti. Megnyilvánosan tegyetek, minden lesz ez még rosszabb is. Igazából... megint a string konkatenációt használom arra, hogy egy kicsit csökkentsem a függőséget, illetve a sorrendi függőséget ezek között az ifek között, meg most akkor megmondjam. De innentől már egy konkatenációt használok, és ugyanak nem ugyanaz a változót módosítják, hanem csak egy új értéket hoznak hozzá valamihez. Így ezek már egy kicsit függetlenebbek egymástól ezek az ifek. Például ki tudok emelni egy translate by device-val nevű függvényt, amit felparaméter ezek egy számmal, egy osztóval és egy translation-nel, tehát hogy mit kell visszaadni a szám helyett, hogyha a szám és az osztó az valamilyen majd későbbi tesztesenek által tisztázható relációval van egymással. Tehát ezt felé fog megmondani, hogy mit kell hozzáfűzni a stringhez, ami eddig volt. Tehát ez nyilván nem hozzáfűzni fogja, hanem csak visszaadni az értéket, és nyilván, ha semmi reláció nincs az osztó és a szám között, akkor egy üres stringet, tehát nagyon nem csinálom semmit. És akkor így szépen le tudom cserélni azt az első két ifet egyszerű string műveletekre, amiknek most már azt a komplexitása az konvergál a nulla felé, mivel hogy nem tartalmaznak már rá az csak egy függvény hívás. És kidolgozom az ifeket, és a tesztem még mindig átmenni. De ne álljunk meg itt, hanem akkor már ettől a második már csak két ifen van, de ettől az ifet is szabaduljunk meg, tudjuk el, hogy alulra a privát függvény közé, az a részletek közé. Hát ennek sajnos kell használni az eddig előállított részeredményt. Ez nem biztos, hogy túl szép. Igen.
De igazából nem minisztrális funkcionális programozókká használják egész eredményeket újra, úgyhogy egyszerűen lehet. Ez ugye azt fogja csinálni, hogy ha az eredeti részeredmény egy üres string, akkor az azt jelenti, hogy az eredeti transformációk vagy fordítások semmit nem végeztek, vagyis egyszerűen stringével pasztolni a számot, és belelepni az eredménybe. Még egy kis gépelés, egy klinázás a VI-jal, és utána már is kitörölhetem azt a csúnyaikat onnan, és most már teljesen lineáris a transzlét függvényem, tehát igazából a komplexitása az volna. Viszont van itt egy kis probléma, mégpedig az, hogy van ez a tízbe az osztály, ebben van többféle metódus. A metódusok egy része az egy elemből csinálni egy másmilyen elemet, vagy egy értékből csinálni egy másmilyen értéket, meg van ez a generik metódus, ami viszont a semmiből előállít egy listát. De most egy sokaságot kezelni, meg a sokaságnak az elemeire különféle szabályokat alkalmazni, az két különböző abstrakciós szint, ezt nem tudom érezni. Tehát egy számmal dolgozni az valamennyi munka, és egy komplet halmazzal az meg általában több szokott lenni, matekosok tudják. Úgyhogy igazából két abstrakciós szint kell. De eddig mondhatjuk azt, hogy az egyetlen felelősség elve, vagy hogy tetszik single responsibility principle, az itt igen csúnyán megsérül. És ez úgy tudok segíteni, hogyha elkezdem szépen kikaparni ebből a tízbáz osztályból azokat a dolgokat, amik csak egy-egy értékkel foglalkoznak. Igen, és már is megszületik még egy osztály. Csodálatos. Na jó, de ez objektív orientált programozásban nem feltétlen probléma, hogyha objektumaink jönnek létre az osztályai. Lesz egy divisor based translator menű objektumon, aminek lesz egy translate metódus, ebben egy látható translate by divisor függvény törzse, és hogy ne kelljen egyszerre sokat módosítani, ugye apró lépésekkel haladok, ezért egyszerűen a Translate by Divisor függvényt úgy hagyom, hogy kívülről nézve legalábbis úgy hagyom, ahogy eddig volt, és felhasználom benne ezt az új objektumot, amit létrejött, ezt meg mindig átmennek. Az alapértelmezett fordítás az szintén kiemelő. Igen, az csodálatos. Szabadon. Minden egy kis függvényel szól? Igen, de az ott vasárban, nincs az osztályban. Jó. Egyelőre menjünk így tovább, a Translate Default függvényt is ugyanúgy egy ilyen képviselettel tartom meg. Átkerüljön neki ezt a két változót, a számok és az eddigi részeredményt, és a tesztem még mindig átmegy. Na most az a baj, hogy viszonylag ez a device-based translator, meg a default translator, ez mind a két objektum nagyjából ugyanúgy működik, hasonló dolgot csinál, és ezt úgy tudom a kódomban szépen dokumentálni, hogy egy közös interfészt alakítok ki közöttük, és kifejezem a kóddal, hogy ezt az egy interfészt implementálja mind a kettő, csak más nagyon. Viszont sajnos a metódus meg a szignatúrája az nem teljesen egyezik meg, úgyhogy nehéz lesz belőlük közös interfészt csinálni. Ezért először is a device-based translator, meg ezt a translate függvényének a paraméter listáját elkezdem tudulni, és az osztó és a kicsoda translation paramétereket, azokat konstruktorban fogom átvenni. Aha, és így születik a boilerplate is. Sajnos így. Ennyivel le kell követnem. Órák kérdése, lehet, hogy csak napok. És ha mindegy igaz, akkor a tesztem még mindig átmegy. Jó. És most bevezetek egy új paramétert a translate függvényhez, sajnos a default translatorban nem tudom a részeredményt eltüntetni. Úgyhogy átvesz a device-based translatornak a translate függvény és egyik részeredmény paraméter, amit úgy döntött, hogy nem használ fel. Így viszont most már egyforma a szignatúrája a két függvénynek, tehát meg tudom csinálni azt a közös interfészt, ami között a kettő közt létezik. Két osztály és még egy interfész is? Igen, de ez csak dokumentációs célja van. Tehát ha ebből generálsz egy e-mailt vagy valamit, akkor látod, hogy milyen osztályokkal vannak azonságban. Annak ellenére, hogy egyébként egymásból nem származnak, mert ugye az egymásból való származatás, azt már Liskov néni is azt mondta, hogy gondoljuk át. Sajnos Python egyébként ilyen rondán lehet csak interfészt csinálni, de ez a Python hibája. Jó, és vegyük észre, hogy az eredeti probléma a kuszbáz osztályon még mindig fennáll, tehát hogy kezel sokaságot, meg egy-egy elemet is. Ez a translate függvény, ez még mindig csak egy értékből csinál egy másik értéket. Úgyhogy itt is egy-két tükröz kell folyamodni. Csinálok neki is egy konstruktort, berakom szépen ezeket a translator objektumokat, nyilván mindegyiket a megfelelő szabályra. Ugye három translator objektum lesz, a FIS, ez a BASZ-hoz és az alapértelmezett fordításhoz. És ezt a három eléggé sor, mint a jellegű string konkatenációt, ezt egy forciklusra tudom cserélni, ami bejárja a translator listáját,
és mindegyiket szépen egymás után meghívja az eredményeket összefűzni. És mindegy, az akkor ezt a négy sor kitörölhetem, és mindegyik tudnak a vesztegyek. És a DevTool-t is kitörölhetem, ugye ezt a Translate by Device-ot, meg a Translate Default függvényt, ami csak képviselet kedvéért haladtak ott, azokat már senki nem hívja, és a tesztényén mindig zavarják. Most kintben vagyok ehhez a Translate függvényhez szintén bevezetni egy új paraméter. Ez egyébként lehet egy kócnál, és hogyha az is lehet, hogy ezt megérte volna, hogy ki lehetett volna szedni, igazából meg lehetett volna húzni. És még egy osztály. Oké, mert ilyen programozás van. Erről beszélek. Úgy szakorodnak, hogy itt a gombolat. Na jó, de OOP-ben muszáj. Programozzuk procedurálisan? Nem, funkcionálisan. Majd mindjárt megmutatom, hogy kell ezt csinálni. Jó, most egyelőre annyi történik, hogy csináltam egy ilyen Composite Translator nevű osztályt. Ez egy olyan Number Translator, ami több más Number Translator objektumot tud össze-mergelni tulajdonképpen. És ennek a példányosítását azt meghagytam a Fizzlaz osztálynak a konstruktorában, tehát egy osztályjal lehetségeztettem azt a Translator listát, amit eddig a Fizzlaz állított elő. És most már egyértelműen elkülönülnek a különféle osztályainak a felelősségi körei, tehát van egy olyan, amit a sokaságot kezelik, és van pár olyan, amit pedig az egyes elemeket egy különféle szabályok szerint. Hát, csináljuk meg akkor ezt a dolgot. Hát ez bizony elfér rá, viszont ebben a megoldásban már bele tudnám verni, most azért már kezd egy kicsit problémát okozni, hogy egymás változó kifek vannak. Mit is mondtunk a programosságról? Ó, hát mindjárt meg lesz az, hát kikommentezem én ezt a percet, azt elfakarálom én ezt szépen. Pedig az egész hellásből egy pont, ami pontosan olyan, mint a switch. Első paraméter a feltétel, utána az érték, feltétel, érték, feltétel, érték. Voilà, átmenet, visszakommentezem, megint elfél el. És átérzem az egész osztatóságot vizsgáljam, és kész van. Hát akkor ezt most megcsinálom én is. Hatnál, micsoda megkapatés nálam is azt kell kívülni, hogy fizz. Vagy elfél el? Mit gondolod, melyik osztályba kell így a neve alapján belenyúlni? Valószínűleg egy device-based translator az, amiben a húzultság van, ugye egyenlőséget vizsgáltunk osztatóság helyett. Ezt ugye azért elég nem tudom teljesíteni, nagy átalakítások nélkül, és sajnos csak ennyit tudtam beszélni, mert kész vagyok. Kész vagyok, és ezt nem csak erre az egyes esetre értettem, hanem arra, hogy valószínűleg most már a téza is működni fog, hiszen közös kódot használnak. És tényleg működik. És valószínűleg 15-re is működni fog, mert más okokból ugyan, de azt a string konkatenációt bevezettem már elég régen. És ha ez átmegy, akkor én bizony készen vagyok. Köszönöm. Hát akkor lássuk a funkcionális megoldást. Hát talán a 10-hoz el fog félelni, mert azt még a pontban nem alakítottam át, de hát azt egy rögtön lépésre hasonlóképpen a három meg lehet csinálni. Hol lehet viszont? Nézzük a 15-et. Az sem sokkal nehezebb. Hát egy fél fokon van nehezebb lesz a szácsuk. Ez is elpillált. Nem baj, hogy bejövünk a kész. Hát persze, mert baby steps. Ezt még refaktorálni fogjuk. De össze lássuk, hogy el kell kápni. Tehát akkor így gyönyörű szépen ki lehetem elmenni két ügyét ebből a translate2.3-at, ami annyit csinál, hogy ha 3-mal osztható, akkor visszaadja, hogy fizz, egyébként meg semmi, hasonlóképpen nem lehet csinálni a translate5-öt. És ezt szerintem a kommunisztetek kommunisztál. Te is hasonlót csináltál, ezt majd ebből szedni. Neked szabad, nincs. Na itt egy olyat fogunk csinálni, hogy fogjuk ezt az N számot, és átmutatjuk a Translate 3-at és a Translate 5-ön is, ebből megkapunk egy listát, azt szépen összezsoroljuk egy stringét, és meglátjuk, hogy abból mi lesz. Egyébként azt lesz belőle, hogyha 3-mal vagy 5-tel osztható, vagy egyébként mindkettő 5-tel, akkor megkapjuk azt, hogy fizz, vagy azt, hogy bász, vagy azt, hogy fizz bász.
Hát ez így sajnos önmagában nem elég, el is fél állt a teszt. Azt mondjuk, hát nem biztos, hogy látták ott a jól azt a kis pirosat, de így értek el. Úgyhogy így kiemelem ezt az egész dolgot, amit eddig csináltam, és elneveszem, hogy legyen ő egy transzédig nevű szintudunk, meg pedig azért, hogy később hivatkozni tudjak rá. Tehát most bevezetünk egy változót, egy lokális állapotot. Nem, mert ez nem változó, vagy ez egy konstans, egy nevesített konstans, ezt nem tudom változtatni. Az egyébként ez úgy működik, hogy ha ez az összecsomolás üres szintet eredményez, akkor azt mindig konvertálom magát a számot, egyébként meg visszaadott szeretnénk, és ebből azt várom, hogy átmenjenek az eddigi tesztek, átmenjenek, tök jó. És akkor most föl lehet számolni a copy-paste kódot kicsit föntem. Csinálok egy függvényt, ami kap egy device-ot, egy replacement-et, meg magát a szennet, és hát igazából paraméteri számolatúvá tettem azt a felesőkettőt. Átírom őket, hogy ezt az új függvényt használják. Hopp, ez egy szép back részlet. Följebb mozgatjuk, hogy jó legyen. És az ennek sem kell lefelejteni a végére, na így már jó lesz. Megcsináljuk ugyanezt háromra is. Voilà, háromnak a tesztek, de hát itt még mindig van copy-paste kód, úgyhogy a következő okosság. Partial application. Ez úgy működik, hogy ez a partial stratégiai kifejezés visszaad nekem egy olyan függvényt, ami egyetlen egy paramétert vár, és amikor ezt a paramétert megkapja, akkor meghívja a translate by device-ot az itt megadott két paraméterrel. Tehát gyakorlatilag egy több paraméteres függvényben előre ki tudok tölteni néhány paramétert, és visszakapok egy olyan függvényt, aminek már csak a maradékot kell megadni. Hasonlóan ez olyan, hogy egy paramétert. Igen, csak objektív nélkül. Sokkal kevesebb a borderét. Mi ezt megcsinálom ötre, kitöröm azt a két függvényt, voilà, átmondra veszek, és ez a készülékén is. Na jó, most itt azért elég sokat refaktoráltatunk, meg szépítettük a kódot, csak úgy a kód szépítetés, meg a refaktoráltatás kedvéért, de ugye Putin próbálja az erés, és az elején arról beszélgettünk, hogy mennyire könnyen érjelhető egy funkcionális, meg egy jó kódprogram. Úgyhogy nézzük meg, hogy ha most bevezetünk egy új requirementet, akkor mihez kell vele az OOP és a funkcionális áldozat, Challenge-e? Persze. Hát jó, akkor megmutatom, hogy az OOP megoldással mit lehet kezdeni. Ugye van még egy olyan problémánk, hogy ezt nem refaktoráltam eddig, de ez jelentősen lábon fog minket hűlni, hogyha itt vagyunk. Ez a Composite Translator objektum, ez két alacsonyabb szintű objektumot, két konkrét translator, illetve három, akik van translatorral együtt, ezeket saját magának példálkozik. Ehelyett egy egyszerű OOP mintát tudok használni, egy dependency injection, például a konstruktorban átadom a translatornak a listáját, ebből a függvényből pedig kitöröm e-mail, és nincs átkódolva, hogy a composite translator milyen translatorok akartok dolgozni. Ezeket fel tudom citálni egészen a FizzBuzz függvény statikus megjósít. Ez igazából csak a kényelem kedvéért van, hogy az alap működéshez ne kelljen mindig előállítani ezt a három csoros pedig bonyolult listát. Meg ezt tudom kényelmes egyenlóvetni a tesztemben is nyilván. Át kell még vezetni a FizzBuzz objektív konstruktorán. És ha minden igaz, akkor hogyha átjön a példányekülős hívást egy osztályányekülős hívásra, akkor ezt a teszt még mindig át fog menni. Vegyék észre, hogy közben nem kellett hozzá minden a teszt lesz szívvel. Nem csak az asszert, az alapján. És ennek mintájára meg tudunk csinálni most már a teszt FizzBuzz team asszert, most csinálom a teszt kézemet, amiben az előzőek mintájára az asszert FizzBuzz team asszert használom. És ugye aztán jön, hogy egyből kétig végre kell végződni ennek a listának, hogy előállít ezek úgy. Nyilván meg kell csinálnom ezt az asszersenet is. És nem a FizzBuzz metódus kell neki gondolni, hanem mondjuk egy új hasonló statikus metódus, egy kis kényelmi metódus. Hát ez ugye elfélelt, de nincs ilyen metódus, de mindjárt lesz. És most ugyanazt csinálja, mint a korábbi követelményeket implementáló FizzBuzz metódus, ezért ugye elfér a tesztem, hiszen a D helyett nem D-t kaptunk.
De ez, tehát magát a munkájelentet ennek az egy sorra leírásával tudott teljesíteni, te napod a listában még egy fennszívban, aztán már szóval. És kész vagyok. Hát ezt nincs. Lehet, nem vagyok kész, ugye nem láttuk még külön fűzgatni. Ezt meg tudjuk nézni három a köpnek és képnek a legkisebb között többszörösével, rövid felszámolás után az 105, és ott ugye látunk egy ilyen Fizzbuzz-t, stringet a kilométrának. Na most már kész. Hát ez funkcionálisan sem lesz sokkal nehezebb. Legyártam én is a Asset Macro-t, megcsinálunk hozzá egy teljes üres Fizzbuzz-t függvényt. És utána megírom a kis pillanatás után a tesztet, ettől hétig. Hát ez bizony el fog félelni, mert nem adok vissza semmit, és prefaktorálnunk kell, hogy végig kipróbálom a tesztet. A transzér függvény paraméterezhetővé teszem, a transzérséget kiemelem, és partial application-nál a Fizzbuzz függvényből adom át neki. Ez tökéletes egy reflex injection. Igen, mert ez az. Csak el kell hozzá lépni. Szépen lássuk a függvényt. Nem teszem még a feed kezelését. Lefut, visszakapcsolom a asszertet, elfélel. Beleteszek egyetlen egy sort, és voilà, készen van. Azt az egyetlen, hogy megcsinált, ja, igen, persze, 105 is, mint egy sem, ezt mindig elteltem. De ez átfogunk. Igen, viszont ha megnéztek a Fizzbuzz-nak a Fizzbuzz-B függvény, az a translator-ökről eltekintve teljesen ugyanaz, úgyhogy ezt kiemelem végig egy Fizzbuzz-csira függvénybe, és utána a Fizzbuzz meg a Fizzbuzz már csak ezt fogja kipróbálni. Fizzbuzz csillag, minimax és a többi. Hasonló képtel a Fizzbuzz B. És visszajövjük a hetest is. És voilà, lefutott a teszt. Nem, de most addig-addig párkajöztünk, hogy igazából gyakorlatilag van két tök egyforma megoldás. Tehát nézzük meg az OPC megoldás, ugye az endpointja egy statikus megoldós, ami úgy indul, hogy összeszedünk ki mindenféle translatorokat, és odaadjuk őket valami generáló függvénynek, hogy generál rá a Fizzbuzz sorozat. A funkcionális megoldás pontosan ugye ezt csinálja. Hogy működik a generálás? Az OB megoldása a generálásnak az úgy néz ki, hogy egy sorozathoz, egy sorozatnak minden elemére alkalmazzuk a generáló objektumnak, micsoda fordító objektumnak az egyetlen metódusát, és utána a lista elemeit összefűzzük veszélyben. És érdekes módon a funkcionális megoldás pontosan ugyanezt csinálja. Kb. Egy szintetikának meg indentációhoz térnek el. Igen. Ugyanígy működik egy-egy konkrét translation is, például a device office translator, az egy-két jó boilerplate-től eltekintve, egy indentációkkal eltekintve, gyakorlatilag ugyanaz. Van, aki egy sorba körülete, van, aki többre. Egyébként, ha Python-ban lenne terve, hogy operátorok, ugye civil járvából kérdővel operátorokat ismerünk. Ha azt lenne, akkor Python-ban is használtam volna, de sajnos Python-ban nincs. Úgyhogy szerintem le tudunk vonni egy konklúziót ebből, mégpedig azt, hogy igazából nem az a chat festi a képet, hanem a festő. Tehát teljesen mindegy, hogy milyen paradigma szerint szerettek, vagy szeret az ember programozni, vagy milyen paradigma szerint kell programozni, igazából mindegyik már lehet jó módon írni. Csak meg kell tartani a szabályokat, nagyon keményen. Ez így van. Köszönjük szépen a tanulmányt. Ezt a kérdések is. Van még időnk arra? Nagyon jó.
Válaszolhatok én? Matematikák arra találtuk ki, ennél soha nem pár száz éve, vagy pár ezer éve, vagy nem tudom, mikor arra találták fel, hogy a beszélgetésben meglevő inkonszisztenciák helyett valami egyértelmű, jól definiált, pontos leírásokra alkalmas nyelven tudjanak beszélgetni. Tehát az összes matematikai jelölés, a szummákat, mit tudom, leírásos, amit megállapodnak. Akármi, ez mind nagyon jól definiált, és teljesen konzisztens. Tehát igazából programozásnál pedig, de matematikában ugye nincsen átmodellezve a való világot, a programozásban nincsen átmodellezve a való világot. Ugyanúgy, mint a matekban, elhagyod a lényegtelen részt, és csak a lényegeseket modellezve. Tehát igazából hasonló a célja mind a kettőnek, úgyhogy a matematikában nem jött az, hogy inkonzisztens nyelvekkel, ahol egy kifejezés több mindent jelenthet, vagy félreérthetően lehet bizonyos dolgokat megfogalmazni, ha arra a fajta modellezésre nem jött be, akkor valószínűleg a programozásban használt modellezésre sem jön be. Tehát igazából én nem tartom személy szerint logikusnak, hogy a programozási nyelvek is jött be. Ja. Következő kérdés, hogy vannak-e végtelen listák a listában? Igen, vannak. Mi az a végtelen lista? Megeszi az összes memóriámat egyszerre? Nem, ez nem végtelen. Ez úgy működik, hogy annyi és csak annyi jelenet ad vissza, amennyit tőle kérdezel. Ezt az ACR-ban az égésenek hívják. Ha most nem lennék bele, akit érdekel, az nyugodtan keresen, nem egy szívesen beszélek róla. És egyébként ez a következő kérdésre is választod, ezt így pártában megpróbálom megválaszolni. Olyan optimalizációkat tud mondjuk egy funkcionális programozási nyelv interpretere vagy fordítója megcsinálni, amiket iteratívan igazából nem lehet. Például ott van pártában a RangeDB, az úgy működik, hogy előállít egy listába, ha azt kéred, akkor 1-100-ig minden számod, de ezt egyszer előállítja. Az X-RangeDB, amiről beszéltem még az elején, az úgy működik, hogy visszaad valamit, és hogyha te azon valamit elkezdesz iterálni, akkor kezdi az egyes elemeket egymás után előállítani, de egyszerre mindig csak egyet. Ez volt egyébként a kérdésem is. Tehát igazából, mivel hogy más megkötések vannak funkcionális nyelveken, ezért máshogy, de ugyanúgy lehet optimalizálni őket, és úgy lehet automatikusan optimalizálni a funkcionális programokat, mint az OOP programokat is, vagy a procedurális adatait vagy bármi. Pontosan. Melyik kérdés legyen? Az legyen? Hátrányai jelenléttel, minek köszönhető az OOP kvázi népszerűsége? Lehet-e ezzel változtatni? Hát az OOP kvázi népszerűsége igazából annak köszönhető, hogy amikor a Lisp még divatos volt, akkor főleg mesterséges intelligencia területen használták, és amikor különböző okok miatt ez a terület háttérbe szorult, ez sajnos a Lisp-re is kihatott, és innentől kezdve az objektum-orientált programozás került előtérbe, mert az volt a valósor. Hogy lehet ezzel változtatni? Persze lehet. Most éppen azt próbálom csinálni. Következő kérdés, hol, mire használják a Lisp-et a gyakorlatban? Erre egy nagyon jó példa például a Twitter. A Twitternél a keresést egy Storm nevű stream vagy data processing megoldással csinálják, aminek a jelentős részét Clojure-ben, egy JVM-re épülő Lisp-ben értek. Tehát például ott használják. A Lisp állás hirdetések száma közel sem kisebb, mint kettő, csak a megfelelő helyen kell nézni. Ha az ember az OOP fórumokat, meg listákat nézi, hát ott valóban nem fog funkcionális állás hirdetést találni. Viszont, hogyha a funkcionális listákat, akár a Clojure listát, akár egy Haskell listát, vagy bármelyiket nézi, ott bizony vannak jelentős számban, akár Lisp, akár más funkcionális nyelvekhez tartozó álláshirdetések. Azon kívül itt kiragadtunk egy nyelvet a nagyon sok funkcionális nyelvet, Haskell-t, mit tudom, Scala, akármik közül. Egyet kiragadtunk, de igazából OOP nyelvet is lehet kiragadni, amit nem nagyon használnak, vagy legalábbis kevés álláshirdetés. Szeretném megkérdezni, hogy ki látott már Smalltalk álláshirdetést, ugye az elmúlt 20 évben. Na. Pedig az egy OOP nyelv. Az OOP nyelv. És még az utolsóra megpróbálok válaszolni, tehát nyilván egyszerű feladatot választottunk, viszont azt állítom, hogy gyakorlatilag bármilyen komplexitású feladatot meg lehet közelíteni funkcionális fejjel, meg lehet közelíteni OOP fejjel, meg lehet közelíteni ilyen katasszal, hogy tudom én, egy kis procedurális dolog, hogy összeöntök 40.000 metódust egy osztályra, és akkor így van egy objektumon, de jó, de igazából semmit nem értem vele. Tehát
pont az lényeg, hogy minél több feladatát ismersz, annál minél ki tudod választani, hogy a te feladatod vagy éppen mennyire lesz nagyon alkalmas. És igazából, mint mondtuk, nem az eset festő a képet, hanem a festő. Ha csak egyféle ecsetet ismersz, akkor egyféle valamosságban tudsz képet festeni. És úgy látom, hogy akkor a kérdések végére értünk. Köszönjük szépen a figyelmet! Ezeket a pajzsai egy kicsit közelebbről élnek el, ha majd a szoktunk meetupot tartani Ázsadon szervezésében. Igen, a következő Closure meetup az május 27-én hétfőn hívőkor lesz a Palabitnél. Érdeklődőket nagyon szívesen várunk. A N-Live nevű templating, illetve HP-nál passzoló függvénykönyvtárról lesz szó. Nagyon érdekes lesz. Még annyit mondanék el, hogy a Closure meetup, és a Closure tudjátok, mint hogy gyérjen.